Önkormányzati percek a Centrumban Kőbánya és a Centrumban Körösi. Ha azt mondom Körösi, itt Kőbányán mindenki tudja, hogy miről beszélek. Néhányan még megemlítik, hogy ja, igen, valaha ugye ez volt a pataki, de hát az már rég volt. És Györfi László jó ideje vezeti ezt az intézményt, amelynek mostanában legalábbis a központi épület házatáján olyan jelei is vannak, mintha lennének felújítások, változások történnek az épület házatáján. Kezdjük ezzel a beszélgetést, mi zajlik? Jó, én akkor visszatérnék a eredeti a kérdés elejére, a Körösi, hogy ez mennyire ugrik be az embereknek az, hogy akkor miről is van szó. Én azt gondolom, hogy most már sikerült ezt átvinni a köztudatba, hogy Körösi és ugye ez volt a pataki, de ezért ennél több a Körösi, és ezért még ezt nekünk mindig el kell magyarázni, hogy a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ magába foglalja valóban a volt pataki művelődési központot, a volt Kőbányai Szabadidőközpontot, ami ugye megszűnt, de telephelyként, köszinéven továbbra is ismert, az Újhegyi Közösségi Ház, a helytörténeti gyűjtemény, ugye a Füzér utcában, és emellett két vidéki telephely, a Balatonlelei tábor és a Balatonalmádi üdülő. Ez alkotja a Körösit, tehát ezt még nem tudtuk teljesen azért átvinni a köztudatban, elsősorban itt még csak a központra koncentrálnak, és azt mondják, igen, hát a pataki meg a köszi összevonásából ugye létrejött a Körösi, de ez azóta már ugye bővült ezekkel az intézményekkel. És hát tegyem hozzá, hogy ugye a Körösi van a hátterében olyan szabadtéri rendezvényeknek, amely sok-sok ezer embert érintenek, és az egész évben a legkülönbözőbb a halmajálistól kezdve rendvédelmi napok, Szent László napok a koronája mindennek, és még sok minden más, tehát gyakorlatilag kint is, bent is a Körösivel találkozni lehet. Igen, mert itt az összevonás, mikor megtörtént, akkor ugye most kihagytam ebből, hogy létezett egy KFT, ami a Kőbányai Média és Kulturális KFT volt, aminek a feladata volt ugye a szabadtéri rendezvényeknek a szervezése, és ez is értelemszerűen bekerült a Körösinek a profiljába, és valóban ez így lett egy, azt gondolom, hogy nagy intézmény, és ennek a nagy intézménynek a központi épülete a Szent László tér, amelyik 1975-ben épült, ugye az 50 év, és hát ez az 50 év azért meglátszik az épületen, és amit ma esetleg az erre járók vagy a betévedők látják, hogy itt most egy kis felfordulás van, ennek az az oka, hogy jelenleg éppen nyílászárók cseréje történik, ezeket cseréljük ki az összeset. Ez számításunk szerint egy jelentős energiamegtakarítást fog eredményezni, mert itt azért ezek a nyílászárok nem szigeteltek úgy, ahogy kellene, ez egy viszonylag korszerű, amit beépítünk, bízom benne, hogy hát ezzel is tudunk spórolni, és a komfort érzetünk is jobb lesz majd az épületben. Hát az egész biztos, hiszen emlékszünk az energiaválság utáni hónapokra, amikor hősiesen dolgoztak a Körösi munkatársai, de hát mondjuk a 20 fokot nem hiszem, hogy sűrűn elérték ott a mutatók. Ez egy nagy beruházás egyébként? Igen, ez egy jelentős beruházás. Ugye az látszik, hogy a Körösi egyszerre nehéz ugye felújítani, ez több milliárd forint, és az a döntés született, hogy folyamatosan mindig próbáljunk egy-egy területet ugye felújítani. Ez egyrészt azért is lényeges, mert hogy ez a fajta gondolkodás, hogy így folyamatosan tud működni majd az intézmény. Kicsit nehézkesebb, vagy jobb szervezést igényel, de a programokat ugyanúgy meg tudjuk
meg tudjuk ugye tartani, tehát nem az van, hogy bezár az intézmény, és akkor egy nagyobb felújítás kezdődne, hanem próbáljuk ezt úgy csinálni, hogy működés közben valósuljanak meg ezek a beruházások. Ugye a kőbánya bejegyzett lakossága 70-75 ezer körüli, na most ehhez a számhoz viszonyítunk, hogyha azt kérdezem, hogy úgy nagyjából egészéből mekkora a körösi intézményeinek, valamennyi intézménynek a látogatottsága évente? Hát ez meghaladja a 100 ezret, és ebbe a legnagyobb látogatottság az a Szent László tér, értelemszerűen. Ebben ugye benne van az is, hogy nagyon sokan járnak könyvtárba, és a könyvtárba ugye rajtunk keresztül mennek be. A könyvtár az egy önálló intézmény, mi a helyiséget adjuk, mert maga az épület az az önkormányzat tulajdona, és azt mi kezeljük, de örömmel tudjuk mondani, hogy hál' Istennek az emberek többsége még mindig jár könyvtárba, és tényleg sokan igénybe veszik ezt a szolgáltatást is. Amikor így évről évre megtörténik az átgondolása a következő periódusnak, akkor az utóbbi időben milyen új jelenségek azok, amelyeket így a közművelődésben számításba kell venni. Gondolok itt arra is, hogy ha néhány évre visszatekintünk, akkor a körösi intézményei önmagukban is rengeteget fejlődtek, mármint a kínálatot illetően megjelentek olyan új koncepcionális változások is, mint amit a helytörténeti gyűjtemény képvisel. Szóval mennyire eleven, mennyire fejlődő a közművelődésnek ez a területe? Hát ugye itt azért vannak olyan értékek, amiket folyamatosan őrzünk, tehát vannak nagyon fontos részei ennek a közművelődésnek, ami ugye nem változik, és szerintem annak nem is szabad, és ez pedig ugye pont az, hogy a közösségi közművelődése. Nekünk az nagyon fontos feladatunk, hogy hogyan valósul ez meg, hogyan tudunk segíteni abban, hogy ezek a közösségek, amik kialakultak, működjenek. Ugye ezt azért pontosan láttuk a COVID idején, és aztán amikor jött ez az energiaválság is, de a COVID-nál tapasztaltuk, hogy mennyire hiányzott az embereknek az, hogy összejárjanak, és éljék a normális közösségi életüket. Tehát az olyan igény volt rá, hogy újra jöjjenek, és azért volt az, hogy amikor ugye nem tudtunk fűteni, de felajánlottuk az, hogy mi nyitva maradunk, természetesen, de csak úgy tudunk, hogy hát kabátba kell jönni, mert 15 foknál nem lesz melegebb, akkor az emberek azt mondták, hogy nem baj, de jövünk. Tehát ebből lehetett látni, hogy ez egy fontos dolog, hogy ezt szem előtt tartsuk. A programok tekintetében ugye persze mindig vannak ugye változások, mi is azért figyeljük az, hogy éppen mi az, ami egy új dolog, és mindenféleképpen érdemes behozni a közművelődés intézményeibe, de mondom hangsúlyozva az, hogy azokat az értékeket, amiket eddig már letettünk, legyen ez tényleg a helytörténeti gyűjtemény, legyen ez a néptánc oktatás, ami és ehhez kapcsolódó fesztiválok, táncházak, ezek ugye maradjanak, a színházi előadásaink, amiket kialakítottunk, azok működjenek. Itt a változások ugye a tanfolyamoknál szoktak jelenni, mert ott a piaci igényeket próbáljuk ugye kielégíteni, de értelemszerűen mi is törekszünk arra, hogy újszerű dolgokkal rukkoljunk előtt talán. Tehát hogy az innováció az nagyon fontos ezen a területen, hogy hogyan tudjuk ebben a digitális világban ugye hogyan tudunk versenyképesek maradni a közművelődéssel.
És azt gondolom, hogy tudunk, tavaly talán ez a Hölgyfest volt egy olyan programunk, ami újszerű volt. Az ilyen jellegű dolgokat szeretnénk tovább folytatni, most is vannak ötleteink ezzel kapcsolatban. Tehát én azt látom, hogy a Kőrösi egy izgalmas hely, és szívesen felkeresik az emberek. Sokaknak nagy örömet okozott az immár kétszer megrendezett filmfesztivál a Kőrösi házatáján. Így szakmai szempontból hogy értékelhető visszamenőleg? A filmfesztivál is egy ilyen újítás, pontosan arra mutalva, hogy a fiatalok, vagy ez a mostani generáció, talán egy alfa, de még az Z generáció is, ugye akik már ezek az eszközök, amik a kezükben van, ez az életterük, tehát nem, mi használói vagyunk ennek, nekik az életterük, hogyan tudná, hát tehát, hogy azt mondjuk, hogy értelmes, tehát jó, tehát hogy hogyan tudnák ezt jól használni? Jó, persze ez a kifejezés, hogy értelmesen használni. És erre jött ugye ez a filmfesztivál ötlet, hogy a kezedben van ez a készülék, és ezzel készítsél filmet, és akkor megvannak azok a tematikák, amire várjuk mindig a pályaműveket, és ez azt látom, hogy megmozgatta a fiatalokat is. Tehát ez egy kifejezetten jó dolog, és pontosan az, hogy a digitális eszközök használata. Tehát mire lehet használni az, ami a kezünkben van. És ezért ez sikernek könyveljük el, úgyhogy bízom benne, hogy idén is nagyon sok pályamű fog érkezni. A legutóbbi testületi ülésen, amely az előző testületnek, ha lehet így fogalmazni, az utolsó ülése volt abban az összetételben, amelyben dolgoztak 5 éven át. Elhangzott egy beszámoló a részedről, a nyári táborokról, tehát a Körösinek ez is a feladat rendszerébe tartozik, ami azért egy igen jelentős segítség azoknak a családoknak, amelyeknek a gyerekei oda járnak nyaranta, hogy sikerültek ezek a programok. Tehát amikor az elején bemutattam a Kőrösit, akkor jeleztem, hogy van vidéki telephelye, ugye ez a Balatonlelle, tehát értelemszerűen van egyszer egy balatonlellei táborozási formánk, ami nagyon népszerű, itt a kőbányai iskolák, kőbányai civil szervezetek veszik igénybe, de az erdei iskolai programja is színvonalas, tehát ez szerintem egy jó, és ez is egy olyan érték, amit a közösségépítés szempontjából ugye ezek a táborok felbecsülhetetlenek, tehát amikor egy pedagógus egy más szituációban találkozik a gyerekekkel, ez szerintem jó, és örülünk neki, hogy az önkormányzat ezt támogatja. A másik, ugye ahhoz, hogy mi szervezzük a napközis tábort a kerületbe, ugye ez nem oktatási feladat, ez szociális, és ezért ez önkormányzati feladat. Ez egy ingyenes lehetőség, ingyenes szolgáltatás, és itt hát azért a szülőknek ahhoz, hogy 2-3 hétre megoldja a gyerekeknek a nyári szabadidős programjukat, ehhez szerintem egy kiváló lehetőséget biztosít a Kőrösi, úgyhogy idén is nagyon sok gyerek volt, és hát törekedtünk arra, hogyha nem ideális, hogy egy iskola udvarban bonyolítjuk le ezt a programot, de nagyon sok külső programot tudtunk szervezni, és hát a visszajelzések az, hogy a gyerekek nagyon szívesen vettek részt ebben a táborozási formában is. A Körösinek ugye gazdálkodnia is kell, hiszen egy igen komoly büdzsé elvárás van az intézményekkel szemben, és amikor erről a gazdálkodásról szintén egy ilyen korábbi testületi ülésen szó volt, akkor jó néhány képviselői elismerő szó hangzott el arról, hogy sikerült pozitív mérleggel zárni a gazdálkodási esztendőt. Mennyire nehéz, ha úgy tetszik, pozitívban tartani a pénzügyi mérleg nyelvét? A kultúra
szintén ugye ott van a szolgáltatás piacán, tehát ez is egy termék, és versenyhelyzet van. Ráadásul a fővárosban rengeteg program van. Tehát ha valaki itt felszáll a 9-esre, vagy nem tudom, 75-ösre, most már trollira, benn van a, vagy a metró pillanatokat benn van a városközpontban, és rengeteg, tehát a fővárosnak a központjában, és rengeteg program közül választhat. És ebben a versenyben kell nekünk valahogy ugye helyt állni, úgy, hogy még ugye bevételre is szert tegyünk. Valóban az előző évünk az sikeres volt, az azt megelőző sem volt rossz, de az idei az, illetve az 2023-as az ugye kimagaslott. És nekünk ugye a bevételi forrásunknak a legjelentősebb része azok a terembérletek. Tehát, hogy mivel jó helyen van a Kőrösi, sok terembérlőnk van, de kulturális programokat is sok esetben így szervezünk, mert jobban megéri, hogyha ezt terembérletes formában valósítjuk meg. Tehát mivel mi gazdasági társaság vagyunk, tehát nekünk fontos, hogy jól gazdálkodjunk. Természetesen, mivel non-profit gazdasági társaságról van szó, itt ugye ez, ami keletkezik eredmény, azt ugye mi vissza kell, hogy forgassuk a működésbe, az alaptevékenységbe. Tehát, hogy ez a forrás például alkalmas arra, hogy akár új eszközöket vásároljunk, kisebb felújításokat megcsináljunk. Tehát, hogy ez nekünk érdekünk, hogy mindig legyen bevételünk, mármint, hogy plusz bevételünk, és hát bízom benne, hogy 2024 is ilyen, úgy néz ki, hogy nem állunk rosszul ebben az évben sem. Ehhez gondolom, hogy legalábbis részben hozzájárulnak azok a sztárok, akik azért rendre eljönnek a Kőrösibe, ugye lehet itt nagy nevekkel találkozni folyamatosan. Mekkora kihívás ugye a húzó nevekkel rendezvényeket szervezni? A húzó nevek esetében ugye az sok esetben több éve előtte már próbálunk ugye egyeztetni, hogy el tudjuk őket hozni, tehát ez egy jó, komoly szervezési munkát jelent, de azt látjuk, hogy ez megéri. Most nem ezek azok a rendezvények, amin a Kőrösi sokat keres, ez inkább presztízs, hogy itt legyenek ezek a művészek, és el tudjanak jönni hozzánk. Ugye ez inkább egy jó marketing fogás, tehát nem azt mondom, hogy veszteségesek ezek a rendezvények, de nem ezekkel fogunk sokat nyerni, hiszen azért azt látni kell, hogy 486 fős mondjuk a Kőrösi Színház terme. Ez már nem olyan kevés, de ugye minél nagyobb egy színházterem, annál gazdaságosabban lehet kihozni egy koncertet. Tehát nem mindegy, hogy a hány jegyet tudunk eladni, és abból ugye azok, akiknek nagyobb helye van, az jobban jár. De hogyha megnézzük a környező kerületeket, hogy ott mekkorák a művelődési házak, és kinek milyen színházterme van, hát akkor a Kőrösi az ebben jól áll, mert például Zuglónak nincsen ekkora a közösségi tere, mondjuk művelődési háztéren, Kispestnek nincsen, a 17. kerület az most talán egy kicsit jobban áll, mert ott elkészült a Rízlevente sportcsarnok, tehát az mondjuk ilyen szempontból konkurencia bizonyos rendezvényeknél, mondjuk a Szalagavatok területén ők ugye azért biztos, hogy visznek el tőlünk, mert jobb feltételeket tudnak biztosítani. De visszatérve a kérdésre, hogy a sztárok ilyen szempontból nekünk sokat jelentenek, mert akkor látják, hogy ez egy, a közönség, hogy na hát ez egy jó intézmény, hiszen ezek a fellépők is eljönnek ide hozzánk. Következnek az év hátralévő hónapjai, és anélkül, hogy részletekre kitérnénk, úgy összességében milyen programok, milyen
folyamatok várhatók a körösi intézmények házatáján? Ugye itt most a teljes egészről beszélünk. Igen, elkészültünk már azért december végéig a programokkal, hiszen most már a programfüzetünk is megjelent, talán nem sokára megjelenik a november-decemberi is, és ebből látható, hogy azért lesznek színes programok, ha már a nagy neveknél voltunk, akkor lesz azért egy Zorán koncertünk, amire már nem lehet kapni jegyet egy hónapja, és december 12-én lesz. De azt gondolom, egy kuriózumnak számít a Illényi Katica koncertje a Duna szimfonikusokkal az adventi időszakban, ami szerintem különleges. Szerettük volna kihasználni, hogy a Duna szimfonikusok Kőbányán vannak, Illényi Katica Kőbányához kötődik, úgyhogy szívesen el is vállalta a felkérés, és ez egy izgalmas dolog lesz. De az adventi programjainkat is ugye lassan ugye az is ugye elkészül, és remélem, hogy ott is mindenki megtalálja majd a számítását. A Duma Színház folyamatosan jelen van a körösibe. Ugye ez egy könnyedebb műfaj, az emberek ezt szeretik, de érdemes a színházbérletes előadássorozatunkat figyelemmel kísérni. A bérleteket nagyrészt ott is már eladtuk, de még jegyeket korlátozott számban egy-egy előadásra lehet vásárolni. Elindítottunk egy kultúrkávéházi beszélgetéssorozatot a Kőkaféba, ami a Köszi intézményében van, és ott már túl vagyunk egy Varnuszavér beszélgetésen, sőt, már Kovács István Kokóval is beszélgettünk, és ez a beszélgetés folytatódik tovább. Úgyhogy én azt látom, hogy tudtunk most is újítani, és sok színes programja van a körösinek még ebben az évben. Köszönjük szépen, gyere máskor is! Nagyon szívesen!